Szia Gyula, nagyon sok szeretettel köszöntelek, nagyon jó kis kellemes háttered van, hát ha itt töltöd az otthonlétet, akkor az úgy tűnik, hogy nem annyira rossz. Sok szeretettel köszöntelek én is még egyszer téged is, meg a nézőket is. Igen, nem panaszkodom egyébként. Egész kellemesen töltjük az első 4 hónapot, mert nálunk egy kicsit hosszabbra sikeredett ugye a lezárás. Tehát, sőt, már most sokkal több, hiszen hogyha november közepét nézzük, amióta gyakorlatilag koncert nélküli időszakunk van, akkor az most már van egy fél év is, jól számolok? Úgyhogy hosszú az idő. Hát igen. Itthon töltött idő, de megtalálom egyébként az örömet benne. Ja, neked 4 gyereked van, milyen korosztályt fednek ők le? Hát 15-től, a legnagyobb a Levente, egészen a 4 éves kis Sophie még. Van még 2 fiú a 2 között, ugye a 9 éves, 10 éves most már Zente, és a Keve fiam, ő pedig 7. Most már lassan már 8 éves lesz. Hát figyelj, akkor itt a kicsitől a legnagyobbig gyakorlatilag nálatok minden van, tehát az egész napos animációs elfoglaltságot biztosítani a kicsinek, a nagynak már a komoly tanulási elvárások, mert hogy akkor ő már abban az időszakban van, és a 2 köztesnek is akkor kőkeményen megy a digitális oktatás. Szóval akkor ez rátok nem kevés feladatot ró most. Nem keveset, igen. Tehát most gyakorlatilag az van, hogy tanítóbácsi is lettem, és bár kétségtelen, hogy a 2 nagyobb fiú egész ügyesen és önállóan dolgozik, bár a legnagyobbnál azért felügyeletet igényel ez a folyamat, és hát ugye a legkisebb. Ő első osztályba jár, a Keve, és hát az alapokat rapjuk le éppen. Az abban a szerencsétlen helyzetben a része, hogy ezt az apjától kell gyakorlatilag közvetítőként megtanulnia. Hát én remélem azért, hogy megfelelő alapokat rakunk le. És abban is reménykedem, hogy amikor majd szeptemberben újraindul az iskola, akkor azért egy erőteljes átismétléssel kezdik majd a tanítónélik is az évet. Ez értem ezt a fajta reményedet, abszolút, és hogy ezt miért mondod, de figyelj, neked ez a tanítóbácsiság megy, mert itt nagyon sok szülőtársal beszélgetve azért mindannyian megéljük azt, hogy ha valami konfliktus szül a gyerek és a szülő közt, az, hogy nekünk most be kell lépnünk a tanári szerepbe, és ezt nagyon nehéz összhangba hozni az amúgy normális viszonyunkkal. Igen. Igen, megmondom őszintén, hogy a valódi kihívásai meg nehézségei gyakorlatilag inkább abban vannak, hogy a körülményekben nem ismeri föl, ugye még hát kicsi gyerekről van szó, tehát a Keve, mondom, 7 éves lesz, de nem ismeri azt föl, hogy ez nem nyári szünet, hanem hogy rendesen iskola van. És gyakorlatilag az ösztönzése az, ami nagy feladat elé állít, mert akkor, amikor már nekiültünk és elkezdünk tanulni, egész ügyes a fiú, tehát hogy... abban nem lehet panaszom, viszont valóban, tehát a surlódásokat ez okozza, hogy egyáltalán eljussunk odáig, hogy akkor most neki ülünk és tanulunk. Tehát tudod, hogy már kijavított, tudod, hogy a tanítónéni nem ezzel a módszerrel intézi a dolgokat, tehát ők nem így tanulták, vagy nem ez az alap sémája a dolgoknak, és tudod, tehát hogy utána kell menni, egy telefon a tanítónénivel, egyébként nagyon jó a kommunikáció, tehát nagyon sokat segít így is az osztályfőnök, tehát a tanítónéni, de akkor is nehéz. Na, be kell, hogy valljam, hogy így most már 2 hónap után egy kicsit tele van a hócipőm. Mennyire vagy te szigorú apuka? Hát szerintem kellőképpen. A túlzásokban nem esem, én azt gondolom. Sőt, talán lehetne. Hát csak a következményekből tudom, ugye. A körülményekből tudom leszűrni utólag, hogy mekkora értéke van az én hát jelenlétemnek, mint apa. És hát azért van, hogy utólag is plusz szigorra van szükség, vagy plusz elbeszélgetésekre, inkább nem is szigorra. Tehát hogy lehet, hogy lehetnék egy kicsit szigorúbb is, de én inkább a megbeszélésben hiszek. Ezzel együtt azért nyilvánvalóan vannak azok az esetek, amikor egyszerűen csak föl kell lépni, hogy na, mert én az apád vagyok, és nem a barátod. Tehát hogyha nincs más módszer, akkor igen, lehet egy kicsit jobban odalépni, de én azt gondolom, hogy egész jól meg tudjuk mi beszélni a dolgot. Na, mi a helyzet a munkával? Hát ugye említetted meg, hát most mindenki egy cipőben jár, hogy ezek a munkák, a zenekari munkák leálltak, nincs. Viszont a közösségi médiában ti elég erőteljesen jelen vagytok. Ezt találtad most egy úgymond menekülő útvonalnak?
Na, nem is annyira menekülő útvonal, egyszerűen csak tényleg annyi ideje van az embernek, és valamilyen formában alapvetően volt egy igényünk és szándékunk a közönséggel azért tartani a kapcsolatot, de az élőzésnek hála egyébként egy új dolgot is volt szerencsém felfedezném. Most az élőzésen túl létrehoztunk ugye mondjuk úgy egy ilyen VIP csoportot, és képzeld el, az egyik barátom, egy nagyon régi országos cimborám, az Árvai Petin keresztül megismerkedhettem egy programmal gyakorlatilag, aminek az a neve, hogy integratív medicina. Ennek egyébként a szülő hazája a kolorádói, hogyha jól emlékszem, a kolorádói egyetem volt. A lényege az, hogy tehát tényleg szaktekintélyek, orvosok, professzorok, kutatók webináriumokat tartanak, webes felületen tanítanak, előadásokat tartanak, és ez gyakorlatilag szól ugye az orvosi egyetem hallgatóinak, az éppen praktizáló kortárs orvosoknak, valamint, és ebben újszerű ez a dolog véleményem szerint, hogy a hétköznapi laikusoknak. Mert ugye az a nagy problémája jó sok orvosnak már, hogy a munkájuk az gyakorlatilag tűzoltó munka. És ebben nagy szerepe van annak, hogy ugye az emberek teljes, nem is tudatlanságban, de nincs rálátásuk a saját életükre, vagy a saját egészségi állapotukra, meg annak az előzményei és a következményeire. Na és az Árvai Petiéknek azért újszerű ez a dolog, mert ők meg a Debreceni Egyetemen keresztül elhozták ezt Magyarországra. Tehát Európában egyedülálló és első ízben alakították ki azokat a felületeket, amin keresztül itt is működni tud ez az integratív medicina. És hát ugye az élőzésnél is volt már vendégünk nem egy orvos, főorvos úr, például a legutóbbi előadásnál a dr. Guzeo András főorvos úr tartott nekünk rövid betekintést, és aztán majd a VIP csoportban meg előadást. Az általa felhozott témák például a stressz volt, és a másik meg a gondolat hatalma. Hát rendkívül izgalmas és közérthető nyelvezettel tudja tényleg az embert gyakorlatilag tanítani, és saját magával szembeállítani ez az egész dolog. Úgyhogy én megtaláltam megint csak, igaz, hogy nem kerestem, inkább azt mondom, hogy megtalált az a téma, amiben tényleg lelkesen tudok vágni és részt venni, még hogyha a mi feladatunk ebben az egészben inkább csak a promóció része. Milyen érdekes ez, hogy neked a zenész mi voltod mellett van egy ilyen teljesen más terület, ami ennyire érdekel, és amiben szintén ki tudsz teljesedni, és megtalálod az érdeklődési körödet. Hát nézd, én egyébként néztem, gyakorlatilag belecsöppentem én is ebbe a történetbe, és hát valóban izgalmasnak és érdekesnek találom, hiszen azért ez mégiscsak az életünkről szól. Én egyébként egy némi átfedést tapasztaltam, mert ugye mielőtt mi leültünk beszélgetni, én azért átnéztem a korábbi vendégeiddel való beszélgetéseket, és hogy egy példát felhozzak, ugye a napokban, most a hetekben zajlott, a Majka megnyomott egy gombot, a Peti megnyomott erőteljesen egy gombot, ami jó kivágta a biztosítékot sokaknál. Ez ugye a szakmánkat érintő kérdés. Hogy más is értse, itt arról volt szó, ugye, hogy az Artisius fölajánlott egy lehetőséget, hogy támogassa azokat a zenészeket, akik ebben a nehéz helyzetben most rászorulnak. És hát ugye nyilván a Petinek az szúrt szemet, hogy esetlegesen olyanok is éltek ezzel a lehetőséggel, akik annyira nagyon nem szorulnak rá. De nem is ez a kérdés, mert az, hogy ez a szakmán belül egy felületet adott, és akkor itt most mindenki kifejti a véleményét jobbról, balról, alulról, felülről, az nyilvánvalóan teljesen természetes. Az igazán izgalmas az, hogy teljesen laikusok, tehát a szakmát illetően teljesen laikusok hatalmas lendülettel és elánnal és érzelmi túltöltettel vetették rá magukat, tehát az átlag nézők erre a témára. De nem új keletű ez a dolog, hiszen azért többször is hallhattuk már azt, hogy Magyarország gyakorlatilag hogyha futballt nézzük, akkor a 9 millió szövetségi kapitány országa, de hogyha politikát, gazdaságot, vagy bármilyen szakterületet nézünk, gyakorlatilag 9 millió szakértővel élünk mi mindannyian együtt, ami egyébként véleményem szerint nem meglepő, hogy függ össze ezzel a témával, például az integratív medicinával ez. Meggyőződésem, hogy egyébként az embereket alapvetően nem ezek a témák hozzák lázba, és nem amiatt vetik rá kritikával,
mit tudom én, mindenféle meglátása, véleményezéssel magukat a különböző témákra, mert hogy maga az a téma érdekelni őket, hanem azért, mert véleményem szerint az emberekben alapvetően van egy feszültség. És ez a feszültség gyakorlatilag ezt, hogy magukban oldják az emberek, ehhez külső felületeket keresnek, amin elverhetik gyakorlatilag a port. De most nyilvánvalóan ez hosszú távon nem megoldás, tehát alapvetően az embernek magába kéne néznie és a belső feszültségét önmagában, annak a gyökereit megtalálni és azt oldani. De a nagy átlag az ezzel a munkamódszerrel ér, tehát megpróbálunk valahol mindig kívülről csapolni ezen a feszültségen. Csak az a baj, egy darabig ez működhet is, meg is könnyebbülhet az ember. Na most jó, megmondtam valakinek, kicsit meg is nyugodtak a belső feszültségek, de ezt hosszú távon egyébként meg nem lehet. Tehát, hogyha abszolút alapvető nagy feszültségben él az ember, akkor előbb-utóbb, tehát 10 év, 20 év távlatában pont ez a belső feszültség, tehát a harmóniának a hiánya okozza aztán a megbetegedéseket, a különböző elváltozásokat szervi szinten is már nem csak szellemi, hanem szervi szinten is. Akkor persze már az ember megy az egészségügybe és próbálja egy-két hónap alatt a megoldást elvárni ugye szakemberektől, amit ő egyébként 10 év alatt, vagy amit mi 10 év alatt, vagy 20 év alatt rontottunk el. Mert azt gondolom, hogy ezért fontos, hogy például ilyen témákkal is foglalkozzunk, és egy kicsit saját lényünkre rálátást nyerjünk, hogy az a belső feszültség, ami egyébként hajtja, ami miatt dühös az ember, vagy ami miatt felidézőjelben az ember az agyát, például a politikán, a sporton, vagy mindenféle más külső tényezőn, ami a közszereplők élete idézőjelben. Úgyhogy engem emiatt is kifejezetten vonz ez a dolog, még akkor is, hogyha én ebben szakértő nyilvánvalóan nem vagyok, de amit tudok, azt hozzá tudom tenni. Tehát van egy felület, amin embereket érünk el, és nyilván azért is választjuk ketté ezt a dolgot, tehát a zenekar oldalán toljuk ezt az egészet, azért hoztunk létre egy VIP csoportot, hogy aki csatlakozni akar, az nagyon sok izgalmas előadáson keresztül komoly rálátást nyerhet a saját lényére. A kreatív művész embereknek általában a művészetük tud lenni egy ilyen csatornázási mód arra, hogy belső feszültségeket kiadjanak. Nálad mondjuk a zene funkcionál így? A te belső feszültségeid például kivezetődnek a zenélésen keresztül? Biztos, hogy az a platform is alkalmas, hogy valamilyen mértékben az is levezeti ugye ezeket a feszültségeket, de mondom, alapvetően azért az nem normális, hogy ezek a feszültségek vannak és gyűlnek. Hát nekem nem is igazán a zene elsősorban, rólam sokan tudják, hogy például a jógával is komolyan foglalkozom, meg a védikus tanításokkal is, tehát én igazából inkább azon keresztül próbálok a saját tükrömbe belenézni, és inkább a gyökerét keresni a feszültségeknek, de természetes, hogy egyébként én is ugyanúgy élek, mint mindenki más, tehát bennem is van. Ez nem, mert hogy az ember nem önálló, egymagába létező lény, hanem ugye az életünk összefügg mindannyiunkkal, és most már vagyunk, vagy nem is tudom, 8 milliárdan, nem akarok hülye adatot mondani, mert hogy ez az összességében minden mindennel összefügg, és hatást gyakorolunk egymásra. Tehát az hazudna, aki azt mondaná, hogy nincs mit megoldani saját lényénben. De nekem például sokkal jobban működő gyakorlati módszernek tűnik a jóga, mint mondjuk a zene. A zene az egy szerelem, az egy szolgálat. Nyilván ott is sok energiát le lehet vezetni, de mondom, ismétlem, én inkább a feszültségnek a gyökerét próbálom gyomlálni, ha mondhatom így. Nem tudom, hogy tudod-e rólam, de én orvos is, meg pszichológus is vagyok, tehát nekem amiket most mondasz, azokat az a zene füleimnek, tehát én ezt nagyon-nagyon szeretem hallani, és ezt a gondolkodásmódot nagyon szeretem, amit te most mondasz, és abszolút tudok is vele azonosulni minden irányból, tehát a testi, a lelki, bármelyik irányból, és teljesen értem, amit mondasz. Hogy mondod, hogy ugye a környezetedre is próbálsz hatni, a családod mennyire tud téged követni ebben a gondolatiságban, amiben te élsz, ők mennyire vesznek ebben részt? Nézd, én azt gondolom, hogy az ember a példájával van jelen az életben. Tehát mondhatok én akármit, meg azt, amit könyvekből tanultam, vagy amit másoktól hallottam, használhatok én szép szavakat, meg nagyon szép összefüggéseket taníthatok, vagy elvileg, vagy próbálhatok átadni másnak, de az a helyzet, hogy aki a közvetlen környezetedben él, az gyakorlatilag abból ismer, ahogyan valójában élsz. Hát amit te tényleg vagy.
És ez a, ugyanúgy a feszültségeivel, a torz tükreivel együtt az embernek, tehát ők tényleg igazán közvetlen közelről ismernek, és nyilván az én hatásom összességében van jelen. Tehát nem csak a szép szavak, vagy nem csak a tanítások, vagy nem csak azok a jó dolgok, amiket hallok, vagy tanulok mástól, hanem ami tényleg vérré vált bennem, és amit megnyilvánítok a világban. Na, tehát alami vagyok. Tehát, hogy szerintem alapvető harmónia van a családon belül ebben a tekintetben is. Gyerekeidnél talán még szinte könnyebb ismerők már abban nőnek bele, hogy te ilyen vagy, és ezt a példát látják maguk előtt. De például a feleséged, te már akkor is így gondolkodtál, amikor ti megismerkedtetek? Vagy ez menet közben jött a te életedben, és akkor ő hogy kapcsolódott ebbe bele? Hát mindannyian folyamatosan csiszolódunk. Nyilván volt egy alap érdeklődési köröm, nem elfelejtendő, hogy én például a Valcsival úgy ismerkedtem meg, hogy előtte egy egyéves brahmacsári tanulóságon voltam a krisnásoknál. Tehát az gyakorlatilag ilyen szerzetes tanuló. És hát azért lényegesen másabb volt az alapjellemem, de én azt gondolom, hogy ez nem kevesebb lett, nem több lett, vagy akármi, hanem egyszerűen csak csiszolódik szépen. Hozzá kell tegyem, mivel a Valcsi egészben lát engem, ezért ő a legnagyobb, hát hogy is mondjam, kritikusom és segítőm természetesen. És én ezt, valószínűleg ő az egyetlen olyan személy, akitől ezt úgy viselem, és úgy tudom elfogadni, hogy hatékonyan tudok javítani, vagy próbálok csiszolni, tehát én meglátom a kritikában a szándékot. Na most ez nem feltétlenül van mindenkivel így, ez is természetes szerintem, de ez egyébként jól működik ezen a téren is nálunk. Hát most az megint más kérdés, hogy ez el tud fajulni egyébként vitákig, teljesen természetes, hogy van egy álláspont, az ember meg akarja védeni, mert azt gondolja, hogy már pedig tudja, aztán a végén mégiscsak kiderül, de szerintem az az érték, hogy nem tudja, de szerintem az az érték, hogyha az ember be tudja látni a hibáit. Ennek a mostani időszaknak, gondolok itt most a járványra, az otthonmaradásra, mi az üzenete a számodra? Hát látod, új dolgokat lehet felfedezni. Tehát gyakorlatilag nem is kerestem, amiről beszélgettünk. És én ebben most tényleg nagyon lelkesen vetettem bele magam. Tehát, hogyha most csak az integratív medicinára gondolunk, például erre a platformra. Ez nekem egy olyan új elfoglaltság és egy olyan izgalmas terület, amiben tényleg őszintén és lelkesen tudok jelen lenni benne. Én azt gondolom, hogy nem csak ez. Tehát, hogyha változik egy helyzet, bármilyen szituáció, jelentősen, ez például most egy jelentős változás mindannyiunk életében, tehát a körülmények megváltoztak, akkor én azt gondolom, hogy az ember egy dolgot tehet, hogy még élesebben kinyitja az érzékeit, és figyeli azt, hogy mit is mond ez egyáltalán, ez a helyzet valamit, mert van olyan is egyébként, amikor egyszerűen csak csendbe kell maradjál. Túl nagy volt a hajtás, túl nagy volt a pörgés, fogd be a szád, üljél le a seggedre. Mondhatná ezt is, és egyébként van is egy ilyen aspektusa ennek a helyzetnek is. De másrésztről meg, hogyha az ember azért ebben a nagy nyugalomban kinyitja az érzékeit egy kicsit szélesebb spektrumon, akkor meg felfedezhet olyan dolgokat, amelyek mellett simán elmenne a nagy mókuskerékben. Ez így van, és mi most a helyzet nálatok a zenekarral, tehát hogy mi a tervezett visszatérés nektek talán? Valamikor augusztusra van egy koncertdátumotok, amivel ti már számoltok, ha jól sejtem? Sok ember az egészről semmit nem tud. És én ehhez a sok emberhez tartozom, én is, nyilván. De nem is ezen kell elnézni egyébként. Tehát most ez a helyzet, ki kell várni. Tehát hogyha ez jövő év, én már azt is mondtam, a ma reggeli posztban például az volt, hogyha ez jövő év augusztusa lesz, vagy Isten tudja, két év múlva augusztusban, hát akkor az, mert tudod meg, hogyha meg önmagát belelovalja az ember abba magát, hogy valami olyan célt tűz ki, és aztán meg rádöbben, hogy úristen, ennél mélyebb a gödör, akkor meg csak még rosszabb jár. Én igazából most már nem nagyon gondolkodom azon, hogy mikor van a visszatérés, vagy mikor nincs. Ez a helyzet legyen tiszta és világos. Amit el akarnak intézni, intézzék el, ez nem az én ügyem, nyilvánvalóan. Úgyhogy szépen kivárjuk a folyamatok végét, és aztán amikor lehetőségünk van, és mindenki biztonságban van, egyértelműen, akkor mi is elkezdjük majd azt a szolgálatot is, ami egyébként a leginkább a szívünk vágya. A lemez készül azért közben? Jövőre, mert 2021 jövőre leszek 50 éves,
ezt most nem dicsekvésképpen mondom, csak úgy belegondoltam, hogy mégiscsak rohan tényleg az idő, és most egy 50 dalos anyaggal szeretnénk hát meglepni a közönségünket is, meg hát azért saját magunkat is valamelyest. Most nyilvánvalóan ez nem új dalok gyűjteménye lesz, mert azért akármennyire is van időnk 50 dal, most hirtelen nem fogunk előrántani, de lesz egy új anyag része, tehát egy új lemez része, ami egy 10-12 dalból fog állni. Nyilván lesz egy válogatás része, de a válogatásnak lesznek majd olyan izgalmas, hát számunkra legalábbis mindenképpen izgalmas felületei, ami korábbi zenekarok, tehát más zenekarokban töltött időm alatt íródott dalok, mint például a Blackoutban, vagy a Mantrában. Úgyhogy ez az öt, és ez természetesen átdolgozva. Tehát mindenhez szépen hozzányúlunk, és újra gondoljuk, zenei alapokat újra szerkesztjük. Én is nyilván újra éneklem ezt az egészet, tehát lesz dolgunk bőven, ezzel most el leszünk ebben az évben, de ezzel együtt azért, ha már azt mondtad, hogy abban az augusztusban bízunk, azért természetesen nem dobnám el, hogyha hozzánk vágnánk azt az augusztust, tehát akkor azért örömmel fognánk bele, és amellett is tudna készülni a lemez is természetesen. Változott ez, vagy hozott neked ez az időszak valamilyen meglepetést? Változott az életviteled? Történt-e veled olyan, amit ha visszaáll a korábbi napi rend és rend és munkarend, akkor is tovább fogsz vinni? Tehát, hogy történt-e? Mert sokan beszámolnak arról most, hogy olyan dolgokat talált meg az életében, olyan dolgokat fedezett fel, amit nem akar elengedni akkor se, ha visszatér a rendes kerékvágás. Nézd, én mondtam, én szerencsésnek érzem magam egy szempontból, hogy nekem ahhoz, hogy például a jógával találkozzak, meg magával a védikus tanításokkal, mert az csak azért hozom fel újra és újra, mert ez rengeteget adott és változtatott az életemben, de ez már legalább 10 éve volt, és 10 éve folyamatosan be van építve az életembe. Próbálom ezen a területen is, próbálok új felfedezéseket tenni, amit visszavethetek a saját lényemre. És mivel maga a jóga is folyamatosan zajlik, hát most éppen nem egyébként, mert most lesérültem, de amit majd ezen a sérülésen túl vagyok, akkor folytatom nyilván azt is. Tehát, hogy olyan plusz új dolog egyébként nem. Egy dolog, amit egyébként megtartanék, hogyha lehetne, de kétségeim vannak felőle, hogy ez lehet, hogy ilyen hosszú távú pihenéseket be lehetne iktatni. Mert ez egyébként meg jó lenne. Ez most azért voltak olyan részek, amikor kifejezetten jól esett, hogy azért egy héten keresztül gyakorlatilag tényleg csak annyi, hogy az ember csücsült a fenekén. Hát amellett, hogy természetesen tanított. Tehát úgy, hogy kihagyhatnám a tanítás részét, és csak csücsülhetnék a fenekemen egy hetet, ezeket elfogadnám egyébként. De hosszabb távon meg azért ez is kimerítő. Nagyon jó téged hallgatni, az egész életszemléletedet jó hallgatni, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és egy kicsit tudtunk erről beszélgetni. Vigyázzatok magatokra! Én is nagyon köszönöm a beszélgetést. Jó egészséget nektek is. Sziasztok! Köszönöm, hogy velünk voltak, ne felejtsék el, hogy találkozunk holnap is. Viszontlátásra!